Sziasztok! Eljött a várva várt, és sokak által várva várt március 4-e. Lidlben a benzines láncfűrész kaphatóvá vált, és hát be is szereztem gyorsan. Most reggel 8 óra van, 7-kor nyitott az üzlet, és már voltam is ilyen beszerző körúton. Mint láthatjátok, érkezett egy rendes kis szállítmány. Láncélezőt is vásároltam, ilyen gépi láncélező, akkor egy ilyen védős is, akkor ott kombinált védős is, amin van fülvédő, arcvédő, és ugye maga a sisak. Hát szintén egy arcvédő, ez ugye fűkaszáláshoz, gondoltam, hogy ahhoz jó lesz. Egy-két ismerősem is megkért, hogy ha már el tudok így szakadni a munkából, akkor vegyek már nekik is dolgokat, úgyhogy így több láncélezőt is vettem, 2-3-at, ha jól tudom, meg 2 sisakot. Ja, és 2 fűrészt, ugye ezek a B3-as gépek, és valóban 30 000 forintért most idén a B3-as gépet lehet megkapni, ami igazából így szinte ajándék ennyiért, mert én tavaly 47 000 forintért vettem. Tehát ez megmagyarázhatatlan, ez szerintem... Tehát nem is értem ezt az egészet, illetve vettem magamnak egy ilyen kis köszörűt, majd a leendő satupadomra, szerelő asztalomra oda szeretném majd felszerelni, vagyis ott lesz felszerelve, úgyhogy ezek a dolgok érkeztek. Az egyik fűrészt azt magamnak vettem azért, hogy összehasonlítsam, hogy a tavalyi 47, illetve az idei 30 000 forintos ár, hogy valamiben megmutatkozik-e, tehát hogy spóroltak-e valamin, változtattak-e valamin. Elvileg nem, mert ugye B3, de azért kíváncsi leszek rá, hogy most 30 000 forintért mit kapunk, vagy mit kaptam. Aztán majd meggondolom, lehet, hogy megválok már ettől a géptől, igazából kíváncsiságból vettem meg, szükségem már nincsen rá. Hát majd meglátom, hogy meg tudok-e tőle válni, és akkor ha igen, akkor ez majd jó fogáson meg lehet majd valószínűleg találni. Úgyhogy hát ilyen szállítmány érkezett most. Majd ha már lesz valamiféle tapasztalat ezzel a láncélezővel, illetve a sisakokkal, akkor újra jelentkezem. Vagy akár ilyen unboxing, kibontós, kicsomagolós videóval is szívesen jelentkezem nektek. Ha érdekel, írjátok meg kommentben. Úgyhogy hát mindenkinek sok sikert kívánok még a beszerzéshez, mert sokan írtátok, hogy szeretnétek ilyesmi, vagy ilyen gépeket venni Lidlben. Hát igazából gyorsnak kell lenni, mert úgy láttam, hogy hát én reggel 7 óra 15 körül már ott voltam a boltnál, és már akkor szinte mindenkinek a kosarában ott volt a láncfűrész, a láncélező, úgyhogy ezeket a dolgokat így elég szépen elkapkodják. De kívánom mindenkinek, hogy akinek még nincs és szeretne venni magának, hogy annak sikerüljön beszerezni egyet. Úgyhogy ezzel búcsúzom tőletek, remélem, hogy tetszett ez a rövid kis bejelentkezős videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor még jelentkezem a többi videóval nektek. Ha kérdésetek van, azt is tegyétek fel kommentben bátran. Ha tudok, akkor szívesen válaszolok, segítek. Sziasztok!